Húf. Húf. Ennyire meghatottál. Sportember vagyok. El... Mi van veled, Geri? Semmi. Megjöttem, csak úgy. Na jó, van akkor. Igen, <laughs> akkor. Te De most pont én 2017-ben, és Bocsánat, nem hosszú. Nem, nem, ez a videó azért készül el, mert sokakban ilyen téfitek vannak, hogy nem tudom, men de mondák, hogy mi a geribben már nem tartjuk a kapcsolatot, meg hogy mióta történt az a incidens, az a, az a nagy. az a videó, Suri által, azóta, hogy ja. teljesen megszakadt a kapcsolat, amiben van igazság is, illetve szerintem olyan dolgok, amiket még te sem mondtál. A mi beszélgetésünk, a mi kapcsolatunkról úgy még nincsen így erről. Videó. Nem, soha nem volt. Van. Na, azt is el fogjuk mondani, hogy ez miért történt. Ö, kicsit így beszélgetni akarok Gerivel. <laughs> Szép <laughs> a fej. <laughs> Na, Willkommen! Hello, Susan -man. A nehéz volt, mert ugye Geri nálam startolt, és hogy ne beszéljünk olyan dolgokról, amikről itt akarok majd, és, és, így tökre egy ilyen hideg, tudod, ez a kínos csend, hogy miről beszélünk, amit, amiről úgyse fogunk, és mindegy, tele vagyok ilyen kérdésekkel, meg, meg érdekem, mi Gerivel amúgy rég, mikor találkoztunk utána? Nem, mert azon gondolkoztam, hogy valami rendezvényen találkoztunk, hattunk, de az biztos, hogy több éve nem találkoztunk. Eddig függetlenül beszéltünk, beszéltünk amúgy mindenfele, beszéltünk. telefonon is, messengeren, minden, mert azért Pont ezt beszéltük, hogy mennyit változtunk ö, azóta, hogy nagyon szoros volt a kapcsolatunk. Ja, 2017-2018 az értékrendünk mennyit változott, és ez nem feltétlenül rossz, csak hogy ö, hogy itt külön utakon járunk, ami miatt nekem úgy. Fú, nekem úgy ez egy szomorú, ö, szomorú élmény. Nekem? nekem abszolút szomorú, Én... mert te akkor abban az időszakban, 2016-tól 8-ig mondjuk? Hát KB, a 18 vagy? az már nagyon lehozó volt, igen. 17 Akkor volt, volt a, a legerősebb amúgy. 18-ban jött ez a Berkis uh, téma. Igen, igen, meg az irodás. Nem, Akkor... az is 17-ben jött, az 17 évvége fele, és mi 17 évvége fele nem nagyon beszéltünk már. Hát 18-ban ez... 18 kb. semmit, csak rendezvényen találkoztunk, 19 ben ugye majd biztos rátérünk itt az ominózus eset. Igen, igen. Szóval, hogy nekem amúgy ez egy tök szomorú elmény, mert hogy az az időszak, az a 2017, hogy kirepültem az iskolából, lett jogsi, folyamatosan járkáltam fel Gerihez, és folyamatosan bandáztunk, kocsikáztunk az éjszakába, még meg kell nyilván rendezni. is voltál nálunk. Én, egy az, hogy én is voltam, te is rengeteget voltál. Szóval igen. ez egy annyira boldog időszaka volt az életemnek, tudod, akkor még nem voltam kihégvetesen. Hát azóta a megtörtént így. Így változtunk sokat, nem? Igen, nem, és most amúgy. próbáljuk mert Nem. Ö, szóval ez nekem egy nagyon boldog időszaka volt az életemnek, így utána videózás során kimenném jelenteni, hogy az egyik legboldogabb év azt volt. Azt mondod, Aha, az... én, de én akkor miért? Ér... Én azt éreztem amúgy, hogy akkor ezt a barátságot, te úgy, már így a vége fel, amikor ugye megszakadt a kapcsolat köztünk, vagy ez a nagyon szoros, én azt éreztem, hogy te már úgy annyira nem is akarod ezt. Azért nem, mert én nagyon feltettem, amit ö, felépítgettem szépen. Én azért magamat akkoriban, meg azért most is egy ilyen PC figurának mutatom, oh. Én nem nagyon szeretek beállni megosztó témákba, oh. ennek több oka is van, de a lényeg az, hogy én feltettem ezt, és ahogy te elkezdtél a, a Berki Krisztiánnal csinálni tartalmakat, megnéztük de, hogy ennyire nem értettük, hogy neked erre miért van szükséged, miközben ö, tök jó volt együtt csinálni. Tök más téma, hogy hogy, hogy ez miért történt, de hogy én akkor kicsit így megijedtem és meghátráltam, hogy nem feltétlenül akarnék oljas olyas valakivel tartalmat gyertni, aki megosztó emberrel csinál, a. mert hogy sajnos vagy nem sajnos, így te is azzá váltál onnantól én szerintem. Én szerintem amúgy mindig, mindig is megosztó hát, voltam. Hát megosztó voltam. mert te azért többet káromkodtál, ezt így kimondhatjuk. De, persze. Ja, úgyhogy ö, én, azt, én, én, ott szomorkodtam egy kicsit, hogy, hogy nem az, hogy elvesztettük a Gerit, csak hogy hátrébb kell állni Geritől. és, és így. A. Ja. A de ennek nem gondolat, hogy van köze ahhoz is, hogy ugye azért ott 2017 októberében talán, amikor én kaptam ott egy irodát, ugye az Istvánnál, Aha. Uh, szerinted az is játszottam úgy, vagy, vagy inkább ez a Berkis esettől mondod azt, hogy úgy, akkor hátráltál meg? Mm. Szerintem egy baráti társaságból rosszul esik a, a többi félnek, hogyha, mit tudom én, nem avatott be őket mondjuk, tényleg, hogyha van egy nagyon szoros kapcsolat, ami szerintem köztünk meg volt úgy a putnak tímmel, hogy, hogy így nem avatott be, hogy hogyan történik ez a hirtelen változás, még uh -huh. hogyha így nagyjából tudtuk is, így nem, nem, úgy, hogy te mondtad el nekünk, és hogy, hogy így te elkezdtél távolodni, és egy, egy új csapatot építettél magad körül, vagy te szálltál be, és szerintem ezért elkezdett hidegülni ez a, ez a szorosabb kapcsolat. Hát a, ha az új csapatra azokra gondolsz, hogy akik Utána én streameltem nagyon sokat, mondja, akkor minden. Hát, minden az jó. már szerintem később Nem az volt. utána volt. Tehát yeah. azért mondom, itt. Uh, én nem éreztem azt, sőt, én nem is éreztem, hogy változok, hanem csak tudtam, hogy jön valami új dolog az életembe, valami új, és ki nyilván ki akartam próbálni. Tehát a lehetőségeket ki akartam használni. És ugye én akkor megismertem az Istvánt, én nagyon jó embernek tartom, most is a legjobb barátom. És ugye úgy éreztem, hogy oda is szeretnék tartozni, de én soha nem soha nem akartalak titeket se kizárni. Tehát, mm -hmm. hogy már itt hogy sőt, főleg pont nem akartam ezt előidézni. Mindig ez volt a legnagyobb félelmem amúgy, hogy mi egyszer rosszba leszünk, így a társaság az egész. Szerintem igazából, most jó, a azt a videót leszámítva, ami ott történt, és azt az időszakot, ö szerintem rosszba így nem voltunk, csak hirtelen így megszakadt minden. I szerintem... Igen, amúgy az durva, hogy mennyire összezártam, voltunk, ugye itt főleg ja. 17-ben, mert minden nap beszéltünk. tényleg. Főleg úgy, hogy utána ugye én is full-time youtuber lettem, és akkor is minden nap, minden nap együtt voltunk, beszéltünk, dumáltunk, játszottunk, vagy streameltünk. Szóval én is azt mondom, hogy a videózásom szempontjából az egyik legjobb időszak. Ez ja. a 17-es. Nyilván azért, mert akkor lett 100 ezer feliratkozó, akkor lett fulltime dolog az egész, úgyhogy én is így emlékszek vissza. Szóval én is, én is sajnálom, bár nyilván az én esetemből egy kicsit más ez a sajnálás, mert persze az, hogy mondjuk veled már nem vagyok, nem volt, nem vagyok annyira jó, tehát nem vagyunk annyira szorosan együtt, mint régen a sajnálom, de az, hogy ez a társaságból én kiszakadtam, hát nyilván én kaptam egy nagy támadást, szóval nem tudom azt mondani, hogy hú, de sajnálom, meg minden, de nyilván az is hiányzik ezért, szóval én jó időszaknak éltem meg ezt, teljesen. Anya, sokan azt hiszik, hogy én mondjuk haragszom a surira is, de ugye én voltam egy podcastbe, Uh -huh. És én ott is azt mondtam, hogy én nem, pedig az, még, az már rég volt, az 2020, azt hiszem, szóval én akkor is azt mondtam, hogy nem haragszom rá. Én, én pont azt mondtam, hogy remélem, hogy egyszer leülünk egy sörre, azt dumálunk egyet, hogy valami. És ez meg történt? Nem, sajnos meg. De beszéltek, vagy így, így... Tehát azt, azt mondtad meg, az nem tudom, hogy mennyire titok, hogy rád írt a, pont a Cringe Bait Podcast után, Igen. Hogy, 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 hogy sajnálja, azt vagy nem sem Nem, nem mondta, hogy azt, hogy sajnálja. Csak, szóval, hogy már nem, látja a dolgokat. Máshogy látja a dolgokat. Én pedig ugye akkor akartam még egyszer utajára úgymond visszakapaszkodni a videózásba, és nekem sokat tett volna az, hogy azt akkor az a videó kerüljön le. Nyire? 2019. április 26-án kikerült az a videó, amikor hát Suri egy olyat az igazság Geriről, és hát abba össze szedett dolgokat, háttérinfókat, igazából összegyűjtött egy csomó-csomó infót, ami utólag elmondásod szerint nem mindegyik igaz ez egy elég hosszú videó, és, és hát vannak benne olyan képek is, amik, amik privát beszélgetésekből kerültek is, és hát ott, ott, kicsit így fel, fel, az állóvíz kicsit felkavarodott. Szerintem amúgy nem volt korrekt a privát képeket is berakni amúgy. Már csak jogilag se amúgy. De hát most az nem az akarok az... belemenni a jogi részébe, mert amúgy én, én ezután az ominózus eset után, tehát kikerült ez a videó, nekem elküldték, én ugye indítottam azonnal egy live-ot, legnagyobb butaság volt, amit lelőttem, mert megláttam a cigis részt, és emlékszem, még úgy zártam le, hogy na jó, van. Na jó, van. És Én így mer... a És így vert a Ott szívem, minden bajom volt, mert a Geri Mester komment és még moderátor is volt nálam, a Geri Mester az a durva, bekommentett, teker XY-ra, és oda tekertem, és a cigis rész volt, és a, fú, szerintem akkor amúgy, ha megmérik a pulzusom, a klinikai halálállapota, és akkor zihálva mondtam, hogy na jó, 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 és akkor tudtam, hogy csinálni kell egy videót, és akkor lelőttem a live-ot, és nem, akkor beszélek erről, nektek most itt elmondom, de hogy a nézők is tudják. Utána Elkérted, hogy csegye. Én beszéltünk egy kicsit, mikor rám írt, és utána egy kicsivel később ráírtam újra, hogy nem akarja leszedni, mert hogy meg, megnehezíti a dolgom. Szóval nem nagyon tudtam visszakapaszkodni, mert nyilván aki új volt, és akkor kattintott a videóra, ő a, egyből jött utána hozzám. Szóval, hogy, és utána hogy védekezel, vagy mm -hmm. hogy, hogy védett ki ezt az egészet, és nyilván próbáltam visszakapaszkodni, akkor a videózásban ez 2020, de nem sikerült. Mm -hmm. És ugye mondtam, és hogy bánad? szedje le, és mondta, hogy nem fogja. Bánod? Mi Hát, hogy le kellett zárnod, úgymond ezt a részét az életednek, és hogy... Vagy... Nem, nem. Nem úgy nem. De ezt mondtam szerintem neked, amikor itt most csak dumáltunk, akkor nálad voltunk. Nem bánom, mert egy, az életemnek egy új szakasza jött, és tök izgalmas ez is. Hiszen ugye a, most ezt kimondhatjuk, a youtube ség is egy vállalkozás, hiszen az, Persze. mint egy vállalkozó vagy ebbe az egészbe, és most ugye nyilván a munkám is olyan, hogy vállalkozásba vagyok, és tök jó, hogy nem tehát nem alkalmazottként dolgozok, hanem a csapat tagjaként együtt megyünk előre. Szóval ez, ez nagyon sokat segített, és én emiatt nagyon sokat köszöntek az Istvánnak, mm. hogy nem hagyta, hogy nem tudom, elsüllyedjek teljesen, pedig nekem a 19-es év az, az, nagyon, nagyon durva mélypont. Hát én, én, követtem, tehát én figyeltem mind a videóidat, mint a, a, posztjaidat, és, és szerintem, hogy egy nagyon, nagyon szerencsés családba és baráti körbe kerültél, vagy és hát vagy, mert láttam anyukát posztját is, barátnő posztját is, hogy, hogy mennyire kiállnak érted, mennyire támogatnak, úgyhogy... Nagyon sok érzésben bennem volt, és mondom nekem a 19-es év, az teljesen kuka. Tehát nekem, én ugye akkor nem is csináltam videókat, ugye akkor nagyon-nagyon visszaestem. Nagyon-nagyon csúnya dolgokra tudok visszaemlékezni amúgy, hogy mit tett ez velem. Nem, maga a vid ez a videó is, és utána ugye ami jött, az a, akkor ugye mindenki felkapta ezt a témát. Minden, hát videós, nem mondom rantvideósoknak, de ilyen vélemény kifejtős emberek, hogy a fanmade maker is valamit mondott. Hát mém is lett az az egész. M jel, meg jel. A mémmel amúgy nem volt bajom, mert szerintem ott jöttem vissza nagyon. Amikor hát még brand is lett belőle. Egy az, a másik pedig az, hogy ott jöttem vissza, mert én megöltem azt a mémet a, a videómmal. Múgy utána sokáig nem volt videóm, és aztán jött egy videó, ahol egy barátommal az irodában, ott kb. semmiről nem szól a videó, csak hogy cigizek. Uh -huh. És ott töltem meg, mert én is felhasználtam az igimémet. Uh -huh. És a Bandi, aki, csinál, aki ezt az igimémet, ugye mondta is, hogy neki semmi személyes, meg ő tényleg ezt csak viccnek fogta föl, de ő is azt mondta, hogy nagyon jól csináltam, hogy akkor ezt a mémet így megöltem. Összességében szerinted ezt az egész szituációt jól reagáltad le és jól kezelted, vagy valamit másképp csináltál volna? A videót nem csináltam volna meg. Amit, Szerintem az például, de ott nyilván nem számíthattál rá, amikor elkezdted előadásban nézni. Az nagyon rossz volt. Na, azt mondjuk el sem indítottam volna, mert akkor én még nem voltam a cigis résznél. Ja. És ugye én is olyasmi flashba voltam, mint a nyilván, hogy féltem a karrieremet, és hogy most összeömlik az egész világ, és vége mindennek. És... Uh... És, ja, és ugye akkor még nem tudtam, hogy van a cigis rész. csak elkezdtem nézni, mert csak küldtem. Gondolod, az, 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 ölt meg, vagy csúnyán mondva, hogy az, az karaktergyilkolt, hogy a cigizés az, az, így kiderült? Nem. Gondolod, Én, ez, 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 ennyire megbocsájthatatlan dolog a, a nézőkkel, meg a szülőkkel szemben, hogy Szerintem 18, nem. 18, volt hát -e 18, nem? Bőven. Hogy 18 éves, és oké, okay, gyártja a tök jó tartalmakat a gyerekeknek, és hú, mellette cigizik. Baszki, ez most Szerintem az óvó bácsi óvónéni, aki a gyerekkel foglalkozik, az is cigizik. és az, az óvodásoknak akár lehet példakép is az az óvó bácsi óvónéni, szóval én nem gondolnám, hogy itt a cigizés az, ami így nagyon. Ö... Á, nagyon sok kisgyerek ki kiakadtam úgy. Ne, na, nekem nagyon csúnyákat. Ér. Szerintem Azt... ezt, ezt rosszul kommunikáltad le, hogy. hogy, 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 hogy nem tudom. Én máshogy én csináltam. Ahogy, Ba, hogy mi, mi van akkor, hogyha cigizek? Igen, na po, pontosan ezt Tehát Most volna. emiatt egy rossz ember leszek, tehát egy, egy, nyilván ez egy káros szokás, káros szenvedély, és beleesnek az emberek, az más kérdés, hogy miért is, hogy hogyan, de ettől féltem nem lesz valaki rossz ember. Annyi jó embert is vagyok, aki cigizik, és és, és akkor mi van? Persze, na, én is azt mondom, én, én ott azt csináltam volna, most visszamehetnék az időbe. Nem csináltam volna meg ezt. Sőt, nekem megvan az elméletem, hogy kellett volna ezt lehallgálni a legjobban. telmi. Nem ezt a videót megcsinálni, mert ez direkt úgy akartam csinálni, hogy nem magyarázkodásnak tűnjön, de amúgy nem tud hogy kibeszélni ezt a dolgot, vagy, vagy ismertetni a saját álláspontod, csak ugye ez ilyenkor nagyon nem win win szitu, mert te már csak magyarázkodni tudsz, és csak úgy tudsz védekezni. Uh -huh. És ugye nekem is nagyon magyarázkodósnak tűnt a videó amit csináltam, ez a Konics Gergely a címe, uh -huh. és azt azt a suri videója után két órával vettem fel, és az hallatszik álta, a ál... hangomon, hogy meg vagyok esve, csúszva, nagy a szívverésem, minden bajom van, majdnem elájultam egyébként uh -huh. kb. De mindegy, azt csináltam volna, hogy kamerát beállítom, ugye van egy erkélyem a lakásban, kicsit az erkére, leülök, és rágyújtok egy cigire. És ennyi. Ennyit csináltam volna. És vége a videónak. És nem magyarázkodok, nem megyek bele a többi vádpontba, nem kezdek el semmit megmagyarázni, nem mondok, nem mondok olyan hülyeséget, hogy van a, a videó. Meg is Gergely az, az személy. Uh, alad, 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 no, no, a személy. Ugh, ott. Na ott. Nem, sokaknak átjött. Meg, Mert én értem. Meg, meg te, de biztos értik, értik, te, de kurva te biztos érted. Te biztos támadható. Vagy... Támadható, de ugye azt nem tudod elvitatni, hogy. Így, hogy videós vagy, nyilván van két éned, nyilván. A, a, aki a nagybeni, akit mondjuk én is jobban ismerek, mint a videós benit, nyilván Annak az. Vannak olyan részek, amiket ami nem, nem, a nem kerül. Tart. Igen, nem. igen. És én is így voltam a cigizéssel. Nyilván ez. Itt az volt a legnagyobb baj, nyilván sokat hát, hazudtam, hogy most kimegyek cigizni, levegőzni. Ezt a mai napig a barátaim mémelik a hát, És mindig át mondom át, nekik, hogy is van ez. jó három év yeah. De amúgy nagyon jó kezelem. Mény én is mi Mit gondolsz, szerinted kellett ez a videó, meg ez az egész eset ahhoz, hogy megtaláld azt, amit amúgy valójában szeretsz? Tehát most jelenleg azt mondtad, hogy tök, tökre örülsz, hogy jó, nem az, hogy örülsz, de hogy megtaláltad a helyedet, és hogy tökre sinem van az életed. Szerinted kellett ez a videó az, hogy tényleg megtaláld, vagy hogyha ez nincs meg, akkor még mai napig a te, hely, a te utad az a videózás lenne? Hát, nem lett volna ez van, olyan mi? volt, mint egy interjú. Úristen. Szóval? Jó napot. <laughs> nehéz, nehéz, amúgy, mert. Jobb a mostani életed, vagy nem? Jobb. Persze, jobb. hogy persze jobb, mert teszek érte, minden nap azért teszek, hogy jobb legyen, viszont ha nem készül el ez a videó, akkor valószínűleg biztos, hogy videóznék még uh -huh. egyébként. És az a baj, hogy nagyon. Amikor én videóztam, én azért nagyon hamis önképet, meg falakat raktam magam köré, szóval hogy úgy nem láttam át. Uh -huh a szitán, vagy nem tudom, nem láttam a dolgokat realitásába is. Nyilván tudtam, ha egy videóm gyenge volt, vagy ez most elég klisés volt, vagy... Ilyen Minden fél. videóm... Hát <laughs> érezlek. Szóval... De akkor is úgy elítette magam, nem jó, amit csinálok. Jó, és, és Tehát most most sokkal önmagad, tehát sokkal inkább önmagad igen, vagy. Igen, igen, sokkal. És ez szóval, fontosabb, amúgy, nem? Szóval, igen, szóval nem mondom azt, hogy hálás vagyok a Surinak, mert azért sok butaságot is mondott. És ugye a besározta azt a webshopot is, ugye, ahol én mai napig ugye dolgozok uh -huh. pluszba, ugye a lambox, yeah, yeah. ahol nagyon butaságokat beszélt, és az a baj, az viszont utána nagyon nehéz volt cégszerűen is nyilván ezt úgy kezelni, hogy de, de ez nem egy átverés. Ugye a, a doboz szinten mondta, is ugye, hogy, hogy ez egy átverés, stb. stb. Azóta tök jó dolgokat csinálunk ott is, de nyilván nehéz volt egy ilyen után vissza, visszahozni az egészet. Én ugye ott nem voltam a Lambox életében, amúgy. Én 2020. márciusában jöttem a Lamboxhoz, mint marketing, meg igazából minden. Uh -huh. És ugye azóta van még egy munkatársunk, és akkor így dolgozunk hárman a Lamboxon, meg ugye még további tö projekteken. Szóval ott, ne, ott nehéz volt az akkori vezetésnek ezt visszakanalaznia, de sikerült nekik amúgy. Aztán ugye jöttem én is tartjuk a szintet, de a... sok dologban igaza volt a surének amúgy, és ezt aláírom, sok hülyeséget csináltam, de azért ha belegondolsz, ez nagyon hallatszik is a videón, hogy ezt inkább Düböl csinálta, és ezt elismerte ő is. Nem tudom, hogy beszéltek-e erről, de ő elismerte, hogy ezt Düböl csinálta. Uh -huh. olyan, olyan szinten nem tudtam hozzáenni, hogy mit érzek, hogy néztem még a videót, lá hogy, ugye nyilván képbe legyek, hogy miket mondott, elkezdtem az elejéről nézni a videót, és azt vettem észre, hogy valami a lábamnál véres. És így oda néztem, mondom, mi az Isten, és akkor éreztem, hogy valami folyik itt az arcomon, és akkor oda és ömlött a vér az arcon, furrandom. Szóval azért mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon volt. Annyira felment a vérnyomás, hogy, hogy... Annyira rosszul lettem. Szóval sokan azt hiszik, hogy jó, hát ez csak egy videó, meg... de tudtam, hogy mivel Suri alapból ugye veled is nagyon jóban van, meg ugye Surit is igazából most már nem mondom, hogy most oké, okay, karriert épített, de előtte mindenki csak általad ismerte, vagy, vagy néha általam, ugye nálam is uh -huh. szerepelt, és tudtam, hogy ez kb. mindenkihez eljut, aki az én nézőm, és tudtam, hogy itt a vége. Szóval itt a vége, tényleg. No offense, meg én nem akarom sorit kibeszélni, nem azt, hogy állt a mögött, mert lehet, hogy meg fogja nézni. Sőt, igazából hívtuk is Surit, csak nem igazán ért rá, meg nem igazán érezte már magáinak ezt az egész témát, mert nyilván gyerek volt, még nem is volt 18 éves, valóban dühből csinálta, kicsit úgy tűnt, és ahogy írta is neked, már tök más a szemlélete, Persze. és ezért szerintem ő kicsit rosszul érzi magát összességébe. De szerinted miért csinálta ezt a videót? Ma, mai napig nem jöttem rá amúgy, mert én a, a Surit én visszanéztem egy csomó régi live-ot. Nem mostanában, de egy évvel ezelőtt visszanéztem egy csomó régi live és azt vettem észre, hogy a, a csapatból is, ugye rajtad kívül, pont a Suri volt az a pont, akivel még nagyon-nagyon jóba voltam. Egy csomó live-ban elmentünk, kettő live-ban, pubg géztünk, szóval egy csomó mindent csináltunk együtt, és azért ne, azért nem értettem, mert a Surit pont nagyon közeli barátnak éreztem, tényleg. Főleg a társaságból uh -huh. rajtad kívül őt éreztem még a legközelebbinek. Nem, nem nem egyszerűen nem, nem tudom, főleg úgy, hogy ugye akkor már egy éve, több mint egy éve nem is beszéltem veletek. Uh -huh. Szóval, hogy így é én, nem tudom felidézni ezt én se, hogy, hogy hogyan jött ez a dolog. Én megnéznék, meg megnéztem volna, mondom, egy ilyen közös beszélgetés, ami nem feltétlenül nem az, hogy tisztázni, mert már ez már tisztázva, már csak tényleg megbeszélni persze. ezt a csacsiságot, hogy, 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 például lesz, hogy mi volt a kiváltók, Igen. és hogy, hogy valóban mennyivel, ő is felnőtt, mások az értékrendjei, nyilván te is tökre megváltoztál, jobb lett, rosszabb lett, egy ilyet megnéztem volna amúgy, de ki Én tudja, most. lehet ennek hatására majd csatlakozik, és mi, mi szeretettel várjuk őt is egyébként. Én nagyon szívesen leülök vele, a legnagyobb tisztelettel, szóval tényleg, tehát semmi... Nincs benned semmi... harag Nincs. 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 Akkor volt, hát de aztán ugye jelentem. elmentem a podcastbe, a cringe ja. Yeah. és akkor is, akkor már mondtam, és akkor már úgy is voltam, hogy nincs bennem harag. Mm -hmm. Egyáltalán Ennek így kellett lennie. Így alakult, de ez csak jobb emberré tett szerintem. Sokkal nyíltabb most. vagyok azóta amúgy, mert ugye néha streamelek, néha szoktál, szoktál velköszönni. Nézed velköszön? a csiliókat. Igen, és és ott, ott például már tök nyíltan tudok beszélni bármiről, szóval hogy úgy annyira nem érdekel már, hogy ez amit talán hogy nagyon PC vagy ugye a videókban, nyilván a YouTube más. De így átértem twitch egy kicsit, csak full hobbiból, és így tök jól érzem magam, mert ha vannak még régi nézőim is, azok előtt tök nyíltan tudok beszélni, és nincs egy jaj, ezt nem mondhatom el, jaj, ezt se, jaj, azt hanem ami a van, az a számon. Úgyhogy én így vagyok vele, ezzel az egészen, hogy jó tett akkor köszönöm meg. Hát, pont, az, pont ezt akartam mondani, hogy azért megköszönni nem fogom. Ja, persze. De, de nem, ha, nem haragszom a surira. Viszont egyáltalán. az az ominózus rész ilyen, amikor én meg akarom kóstolni a zigide. Mert, mert. mert hogy lett egy... De tényleg meg akarod kóstolni? Hát, jaj, nem szoktam ilyen szarokat amúgy nagyon szívogatni. Nyilván volt de ez nem szar. Hát arról nem beszél, hogy ez most egy jó dolog, de nyilván próbáltam már, de ez ah. valami tök más és Hát Geri úgy állt fel ebből az egészből, a, a nagy mémből, hogy zigizik, hogy, hogy csináld be ezt ki a saját. Ezigi. Márkát. Ezigi. Az igy. a brand Ez itt a promóhelyen. De wow. most nem promó, hanem még de a logóban nyugod, logo, is az ezigi van. És, és a, emlékszem... Három nem kapta női... ezért támadást? Nem. Komolyan? Nem pont ezt szeretem már, hogy ugye nem videózok, Aha. ugye annyi kisgyereket én már nem érdeklek. Tehát, hogy most egy kisgyerek nyilván néz egy olyan videóst, akit, aki napi szinten tar csinál tartalmat, de én ugye nem csinálok videót, én csak az Instámon vagyok maxaktív, meg Twitch-en, és semmi, sőt, egy csomó nézem, 18 fölött nyilván, írt, hogy fú, rendeltem nagyon jó, ezért kösz szóval, hogy eddig azt a másik márkát szívta, ez az f ugye ami itthon nagyon népszerű, Aha. és hogy igazad volt, nem csalódtam, ezt tényleg jobb szóval. Amúgy dicsérik. És, és mondom, emlékszem, ötleteltünk hárman, mi legyen a webshop neve. Mert nyilván a termék, a termék neve jutó. Aha. De ne legyen már jutó, shop vagy valami a neve, legyen valami hangzatos, valami jó. És akkor egymásra néztünk hárman, ezigi. És akkor ezigi. Ezigi. És ennyi. És kész. Na show, mi vagy, sugát nyilván egy háztartásban vagyunk így, hát a Covid az most itt nem ér. Van a Elon egy ilyen képe. Hú, van -e? De úgy kell És azt akarom reprezentálni. Ebből a szögből lehet? Nézd, így van, ilyen. De... Nagyon jó. Olyan fejed is kell vágja. Vaj, nem? Nagyon <laughs> szív. Kövő olyan volt? Nagyon úgy esküszöm. Esküszöm. Hát, ez nikotinos? Ez nikotinos. Abszolút 18 pluszos ez a cucc. Azért csíp, mert Aj, van egy kis, hát persze, 5 nikotin van benne. Az, az sok. Hát... Most öregettem, most... Úristen, a, Istenem, a sport. bevertem egy szeget? De amúgy ez tök menő, hogy Esküszöm, ez most menő volt Ez most meglepett, mert nem, direkt nem, azt hittem, hogy nem is térünk ki erre, mert nyilván oké, okay, ez egy, persze ez egy plusz 18-as termék. De ez most te vagy, és most ez róla. De szóval nem is azt hanem, az hogy most megleptél teljesen, hogy beleszívtál. Hogy... Igen, nem vagyok álszent, 24 éves vagyok, már láttak alkoholt fogyasztani. Mi? Te is alkohol. Hát, ünnepnapokon. Például nem. a teszüli napodon, ami most volt, Isten éltessen, Geri. Vén fos! 24 vagy te is. Őristen már jó napot hát Te kívánok. mindjárt 25 leszel, előtt. Miért mindjárt januárban azért nem most van? De. Ja, úgyhogy nem vagyok álszent, nyilván itt a volt. Mondom, próbáltam már hasonlót. egyszer mindet ki kell be. próbálni az életbe. Az életben mindenki kell próbálni, kivéve a vérfertőzést és a népi táncot. És van egy videóm is róla, hogy Gyulán a konyhátokba ezt mondja, és utána eltáncol. Esküszöm no ez. a répi táncosoknak. Ez csak egy mondóka, amit ő is hallott valahonnan, csak annyira tetszett, hogy az így. Egyszer elmondtam konnet. ezt egy barátomnak, aki népi táncol. És megsérted? Oh. Azóta nem, azóta nem a barátod. Úgyhogy igazából el tudnánk még itt órákig beszélni, csak a művész úrt várja a fodrász. Mennyi van? Na, amúgy még van időnk egy két, kevés. Fia, egy... Nem, nincs unam a fejed, menj majd <laughs> ahogy, ahogy, mely, melyik ez a kedvenc részed, ami, ami, ugye közös, tehát ami, ami a közös barátságból alakult, mém. mi, nagyon mém. So, mi nagyon sokat mémeltünk. Ez is jó, de az én kedvencem az a... Azt, a akartam mondani, a másik. Ah. Az, a, az, a <laughs> Pff, az, az a csávon. az izé <izélyen> a kopi. <laughs> Ezt inkább nem mondjuk el, de hogy... Uh, igen. Szóval olyan sztoriaink vannak, meg olyan emlékek, ami amúgy szerintem életre szóló. Szóval ez az, az, az az év, az a, az, az egy-két év, arra én amúgy örökre emlékezni Ahogy fogok, és is. nagyon szép volt. Az de szép. amúgy azt fel is szoktuk néha idézni, amikor így dumálunk. Hát Vagy ja. Emlékszel a... Hát meg a humorérzékük is nagyon ugyanaz. Ó, szoktuk nagyon... küldözni a TikTok videókat, a képeket, Juh. amit semmiképp sem mernék nektek megmutatni az abszolút nem állja meg a helyét videó de szóval kérdésre a válasz, tartjuk a kapcsolatot, jóba vagyunk, nyilván már más utakon járunk, de Persze. ettől független szerintem lehet jóba két ember. Úgyhogy remélem, hogy lesz még alkalmunk akár így leülni, akár ketten, akár hárman, majd meglátjuk is. Nagyon szépen köszönöm, hogy gyüttél légy. Jó, menj a p***ába fodrászhoz. Nem tudjátok, hogy levágni itt És akkor nem kéne elmennem. Amúgy csak vicceltem, mert te nagyon, nagyon úgy nézel. Hogy ne tudnánk tunk... levágni? Most már. Olyan, olyan arra pacekot vágok, neked ilyen volt a nézésed. Olyan arab pacekot... Piki blinders megvan? Amúgy most úgy neveztem a. Full kopasra itt, és ott, ott nem is nyúlunk az etetéhez. Én mutattam a fodrászomnak a képet, hogy valami hasonlót akarok, és mondta, hogy oké, okay, de hogy ezt az éles vágást, ezt felejtsd el, hogy ilyet nem adok ki a kezek közé. Uh, pedig az zsivány. Na jó van, pisz. <laughs> ¿Puedes ver qué te va a tocar? ¿Así?